20 facsemetét ültetnek a Városgondozás Kft. Munkatársai a nagylaposon a kerékpárút mellé. Az új fák a tavaly ültetett 64-jel alkotnak fasort. Az oszlopos juharok már 4-5 évesek, kedvelik a klímánkat és jól bírják a városi környezetet. A tavalyi ültetés 100%-ig megmaradt. Egyébként évtizedek óta nem telepítettek fasort Egerben. Ez a munka most a város őszi faültetési programjának része. Összesen 110 fával gyarapodik a zöld állomány, 60 darab kerül majd a stadion környékére, de minden város részben lesz kisebb telepítés, mondta Rázsi Botond, a polgármester. Annak a gondolatnak a jegyében, hogyha magamról akarok gondoskodni, akkor rizst ültetek, hogyha 20 évre a környezetemről akarok gondoskodni, akkor fát ültetek, hogyha pedig egy generációra akarok gondoskodni, akkor pedig tanítom az embereket. Hát itt most az utóbbi kettőről van szó. Szeretnénk megmutatni azt az egrieknek, hogy igyekszünk gondoskodni a környezetünkben lévő faállományról. Az elmúlt időszakban építési munkálatok vagy veszélyesség, betegség miatt 42 fát vágtak ki a városban, most pedig 2,5-szer annyit ültetnek. Emellett 200 darab új cserje is díszíti majd az egri közterületeket.